Sziasztok! Talán sokan nem tudjátok, hogy Tisza Lajos nem csak a magyar történelemben, de Szegedváros életében is jelentős szerepet játszik. Tevékenységéről és munkásságáról Schulz Péterrel beszélgetek. Tisza Lajos Szeged életében egy ikonikus személyiség, akár nyugodtan fogalmazhatunk így is, hiszen a mai Szegednek a teljes arculatára rányomta a bélyegét a tevékenysége. Itt, ez azt jelenti, hogy az 1879-es tavaszi nagy árvíz, tiszai árvíz, mindenki tudja, hogy elmosta Szegedet. És amikor ez a hatalmas katasztrófa bekövetkezett, akkor egy nemzetközi felhívás is elhangzott, illetve hát akkor még a monarchiában összefogott az egész monarchia arra, abban a szempontból, hogy abból a célból, hogy Szegedet újjáépítsék. És ugyan voltak politikai felhangjai a dolognak, de Tisza Lajost nevezték ki kormánybiztosnak, tehát Ferenc József egy rendeletében őt nevezte ki kormánybiztosnak. Természetesen ez egy picit kellemetlenül is hatott, hiszen a testvérbátyja volt akkor a miniszterelnök. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a munkásságát bármilyen módon is szóérhetné. Egész 4 év alatt, amíg ő itt tevékenykedett a város újjáépítése során, gyakorlatilag bebizonyította, hogy nagyon is alkalmas és nagyon tökéletesen végre tud hajtani egy ilyen hatalmas munkát. Szeged valójában akkor nyerte el ezt az arculatát, ezt a körutas, sugárutas rendszerét, ami európai szinten is elsődleges volt, illetve hát kiemelkedő volt. Az előpélda az Párizs, nem tudom mennyire ismert ez mindenki előtt, nem sokkal előtte Párizs hasonlóan épült át, és Szeged ezt a mintát követte. Természetesen ezt nem Tisza Lajos önmagában cselekedte meg, hanem nagyon jó segéderőt tudott maga mögé állítani. Itt én most Lechner Lajos személyére gondolok. Ő is nagyon fontos Szeged életében. Lechner Lajost magával hozta Budapestről. Tisza Lajos előtte Budapesten dolgozott a pesti átépítés, a minimumi átépítés során, és akkor dolgozott együtt Lechner Lajossal. És miután akkor nagyon jó munkakapcsolat és tapasztalat alakult ki, így aztán magával hozta Szegedre, amiért mi hálásak lehetünk. Tehát egy olyan mérnököt tudott idehozni, aki ezt az újító és korszerű gondolatot végig tudta vinni, meg tudták tervezni a város szerkezetét, amit máig is élvezünk, hiszen olyan sugárutak és körutak jöttek létre, amik a mostani fejlődést abszolút nem gátolják. Sőt, további fejlődési lehetőségeket biztosítanak, tehát nincs szükségünk útszélesítésekre. Ezek a sugárutak európai szintűek még most is, tehát léptékében sokkal-sokkal nagyobbat mutatnak, mint Szeged valójában. Hogyha belegondolunk, hogy Szeged 160-170 ezres lélekszámú, akkor valójában ahhoz képest a város szerkezete, nyugodtan mondhatom, hogy a milliós nagyságrendet is el tudná viselni. Úgyhogy az út az nyitott. Mindenképpen ezt Tisza Lajosnak köszönhetjük. És természetesen ehhez kapcsolódik egy csomó más tevékenység, illetve fejlesztő és építő munka. Gondolok itt arra, hogy a Tisza szegedi szabályozása, tehát a tiszai rakpartnak a kiépítése, a védőgát kiépítése, ami nemrég újult meg egy újabb projekt keretében, de az akkor indult el, illetve akkor épült, ha jól emlékszem, a Szegedi Színház, és nagyon sok olyan beruházás folyt, ami máig is látható Szegeden. Azóta mondhatjuk azt, hogy Szeged palotás város, gyönyörű, eklektikus, egységes városképpel, úgyhogy csak büszkék lehetünk arra, ami a tevékenysége volt. Nem véletlen, hogy megkapta címként Ferenc Józseftől a szegedi grófi címet is, illetve hát örökös polgára lett, díszpolgára lett Szegednek. Én azt gondolom, hogy az akkori jól képzett és művelt vezetőknek, illetve nemességnek volt egyfajta hivatástudata. Ő nem gondolom, hogy tanítani akart, hanem azt akarta bemutatni, hogy hogyan kell ezt európai szinten csinálni, és egy tényleg páratlan lehetőséget kapott, amivel élni is tudott, hiszen egy óriási támogatás volt mögötte. Gondoljunk arra, hogy a körút nem véletlenül európai fővárosokról kapta bizonyos szakaszán a nevét.
ezek a városok támogatták ezt az újjáépítést, tehát hatalmas anyagi bázis volt mögötte, amivel bizony csak felelősséggel lehetett gondolkodni. És ő valószínű, hogy ezt belső indítatásból nagyon-nagyon fontosnak gondolta, és ennek próbált megfelelni. Természetesen ennek hatása volt a város szellemiségére is, tehát mindenképpen gondolom azt, hogy ennek köszönhető, hogy Trianon után a Kolozsvári Egyetem egyáltalán ide kerülhetett Szegedre, hiszen alkalmas volt a város ennek a befogadására, illetve hát, hogy ilyen szellemi közösség, illetve szellemi élet van Szegeden, valószínű, hogy ennek köszönhető, hogy egy olyan nyitott és európai szellemet sugalló építészetében és szerkezetében a város, hogy mindenki otthon tudja érezni magát. Óriási kincs van a kezünkben, amit úgy veszem észre, hogy nem teljesen tud értékelni mindenki. Nagyon-nagyon sok mindent lehetne még tovább ezzel jól gazdálkodva tenni és fejleszteni. Tehát én arra gondolok, hogy például Szeged belvárosán keresztül folyik a Tisza, ami valamikor gyakorlatilag óriási életet jelentett, nem csak kulturális szempontból volt befolyásoló a Tisza, hogy a Tisza itt léte, hanem gazdasági szempontból. Gondoljunk akár a sószállításra, a faúsztatásra, vagy a fához kapcsolódó mindenfajta tevékenységre, hajóépítésre, halászatra, a halgazdasággal kapcsolatos szegedi halászlé, vagy paprika kultúrára, vagy akár éppen a szegedi téli szalámi, vagy pik szalámi közismertebb nevén. Szintén ennek köszönheti a létét. Tehát a Tisza óriási injekció volt a város kultúrája és gazdasága szempontjából, ami most gyakorlatilag nem érezhető. Úgy tűnik, mintha csak keresztül folyna a városon ez a folyó, és nem történne vele igazándiból semmi. Hogyha megnézzük, azért európai városokban a folyókat nagyon is tisztelik, mindig óriási élet van a környezetében, úgy a hidak szempontjából, vagy a kitelepülő létesítmények, vagy a kulturális események szempontjából. Valóban sok mindent próbál azért tenni itt a város, de azért ez még mindig nagyon kevés ahhoz képest, amilyen lehetőség van. Illetve amit én nagyon fontosnak tartok, hogy ami most már érezhető nap mint nap, hogy a tiszai hidak gyakorlatilag nem kerülnek fejlesztésre. Nem tudom igazándiból mi okból, mert nyilvánvalóan van ennek egy gazdasági oka is, de azért most már egyértelműen látszik, hogy ez egy halaszthatatlan fontos lépés lenne a város szempontjából, akár a továbbfejlődés érdekében, és itt vissza kell utalnom megint a Tisza Lajos féle koncepcióra, mert hiszen akkor lehetne ez kerekegész, ez a város kerekegész, hogyha Újszeged is ebben be tudna kapcsolódni ebbe a vérkeringésbe, ebbe a sugaras körgyűlős rendszerbe, illetve azok a fejlesztési területek meg tudnának nyílni a városban. Ez az egyetemnek is nagyon fontos szempont lehetne, hiszen az egyetem is be van szorulva a város belsejébe, fejlesztési területei szanaszéllyel vannak. Igazándiból nem jellemző európai városokra, hogy ilyen módon szétszórtan található egyetemi kampusz vagy épületállomány egy városon belül, inkább azt lehet mondani, hogy zártabb világ az egyetemi rész, ami nem probléma, hogy nálunk ez így van, csak éppen látszik, hogy a fejlesztések mindig nagyon nehezen jönnek létre, illetve mindig kényszerhelyzetből jönnek létre, és ezt el lehetne kerülni, hogyha végre összekapcsolódna Újszeged Szegeddel igazándiból, tehát ez a mostani két híd, ez most már nem alkalmas a tényleges problémák leküzdésére. Ez lenne még egy fontos szempont, illetve amit én mindenképpen hangsúlyoznék, hogy pontosan ez az épített eklektikus örökség, ami egyedülálló Európában, hogy egy ilyen nagy városrész, illetve egy városmag ilyen egységesen és ilyen egy időben felépült eklektikus város, az úgy tűnik, hogy kezd gazdátlanná válni. Én most arra gondolok, hogy a belvárosi épületek kezdenek leromlani, a lakásállomány kezd tönkre menni, kezdenek kiöregedni a benne lakók, nincsenek új vitalizáló új lakói, nincsenek funkciók, gyakorlatilag a kereskedelmi létesítmények kiürítették a Kárász utcai kereskedelmi lehetőségeket. Tehát itt valahogy ellentétes folyamatok folynak.
és ezt bizony szerintem a városnak kellene tudni kezelni, illetve a város lakosságának kellene emellé odaállni, hogy bizony ez a mi városunk, és itt sokkal többet lehetne tenni a belvárosért, és egy égkő lenne, amit újra azt hiszem, hogy föl lehetne polírozni, és aztán csodálatos lehetne Szeged.